A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, ez itt a Kezdőkör, a sportos kibeszélő műsor a Fehérvár Média Centrumban. Labdarúgás, kosárlabda, jégkorong szerepel a mai programban, legalábbis előzetes terveim szerint, de hát ez a műsor mindig így menet közben magát szerkeszti, előfordulhat, hogy egy témánál kicsit jobban leragadunk és valami kimarad, vagy éppen váratlanul bekerül valami a képbe, amiről nem is gondoltuk, hogy ott előhúzható. Ami egészen biztos, hogy ma egy kicsit a világ körüli nemzetközi kitekintés lehet, hogy hiányozni fog, mert Horog Laci nincs itt a stúdióban, aki, mint tudjuk, gyakorlatilag Abu Dhabitól Paksig mindenhol otthon van a világban, de azért így is van kivel természetesen beszélgetni, hiszen itt van velünk Beke Zsombor, a Fejér megyei Hírlap sportújságírója, akit már elég régen üdvözölhettünk itt a stúdióban, Farkas Szilárd, akit ellenben majdnem minden héten tudunk üdvözölni, és Mátai Balázs is, a Média 24 szerkesztője, aki szintén gyakran megfordul itt nálunk, és akikkel hát együtt láttuk a hétvégén az újabb bajnoki fordulót a labdarúgó NB1-ben, muszáj ezzel kezdenünk, bár lassan tényleg ilyen örökzöld téma lesz. Én azt hiszem, hogy ha a sorsolás pillanatában valamikor tavaly nyáron azt mondta volna valaki, hogy a 28. fordulóban majd a bajnok jelölt és a kieső jelölt találkozik a Bolfehérvár Kecskemét meccsen a Sóstói stadionban, akkor mindenki mondta volna, hogy hát igen, ez teljesen reális és papírforma, remélhetőleg ott már majd a Vidi a bajnoki címért haladva egy kicsit könnyedebb meccsre számíthat. Végül is bejött a bajnok jelölt, játszott a kieső jelölttel, csak éppen fordított volt a szereposztás, és ez az, amire valószínűleg az égvilágon senki nem számított. A Kecskemét, ugye a Ferencvárost üldözve, hát azt kell, hogy mondjam, hogy esélyeshez méltóan legyőzte a Fehérvárt, amely pedig továbbra is a hátúra kell, hogy figyeljen igazából ott a kieső zónában. Ez önmagában már egy óriási trauma, és hogyha valamikor majd visszatekintünk erre a szezonra, akár tényleg ilyen emblematikusnak is tekinthetjük, hogy amikor a bajnok jelölt Kecskemét ellen, hát nem tudom, nyomozta a labdát, meg próbált valami attraktivitást mutatni a Fehérvár is, de összességében az egész idény alapján szerintem már meg sem lepődtünk, és hogyha most csak így a szigorúan az elmúlt mérkőzésekre fókuszálunk, ugye nem kezdődött rosszul az új vezetőedző alatt a Vidi szereplése, győzelem a Honvéd ellen, bravúr döntetlen a Fradival, és aztán jöttek ezek a, én megmondom őszintén, szerintem egészen kilátástalannak tűnő meccsek a játékot tekintve, ugye két gól nélküli döntetlen, ebből egy-egy kivédett 11-essel, úgyhogy köszönjük meg, hogy az is legalább egy pont lett, és most a Kecskemét, amely pedig hát egy fél időnál gyakorlatilag tényleg lefociszta a Vidit a saját stadionjában. Nem nagyon lehet vitatni, hogy megérdemelt volt a győzelmük. Az egy külön történet, és majd erről is beszélünk, hogy jutott ide el ez a két csapat, és mit üzen nekünk is ez. De nem tudom, hogy számotokra egyáltalán bármelyik pillanatában a meccsnek, akik a stadionban néztétek, volt-e olyan, amikor azt éreztétek, hogy itt a meglepetés megszülethet, hogy mondjuk a Molfehérvár megveri a Kecskemétet? Hát a kezdő sípszó pillanatában talán benne volt még a levegőben, aztán utána nagyon nem. Ami nagyon elkeserítő, hogy ez a helyzetünk nem volt. Egy darab Vidi helyzet nem volt a mérkőzésen, talán egy kaput eltaláló lövés volt, ami gól volt. És talán ez a legborzasztóbb, hogy ez egy dolog, hogy mondjuk ha a Kecskemét jobban kihasználja a helyzeteit, vagy bármi, de itt tényleg lefociszta a Kecskemét a Vidit, ami mondjuk egy évvel ezelőtt, ha valaki ezt mondja, hogy Soston a Kecskemét gyakorlatilag halálra veri a Vidit, mindenki kiröhögte volna azt az embert. És most meg ez a realitás, és ez valahol nagyon tragikus. Zsombival ugye együtt szenvedtük végig ezt a meccset egymás mellett fölött. Két helyzete volt a Vidinek, ugye az első, ami az a 11-es gyanús szituáció volt, a kezezéssel végződő sztori ott a 8. perc környékén, és a góllal végződő, ez való igaz. Azon kívül ugye volt ez az első 10 perc, meg az utolsó 15-20, ha nagyon bőven akarjuk mérni a jó periódusokat, amikor a Vidi
tényleg lehetett látni, hogy akar valamit, tehát próbálkozott valamit, ment előre. De ez is az RBD-seket dicséri, akik amikor hátul keresztbe passzolgattak a védők jó régi idézőjelben jó szokásuk szerint, akkor fújoltak, meg fütyültek, tolták előre a csapatot gyakorlatilag, és akkor úgy meg is indultak szépen, tehát elmaradtak a pörgések, meg a 68. visszafelé passz a kapus felé, de csak ekkor. Tehát itt én azt gondolom, hogy nagyon komoly problémák vannak még mindig fejben több játékosnál. Ezt a sajtótájékoztató után a Gzselek mester szemére is vetettem. Nem hiszem, hogy én voltam a sajtótájékoztató legnépszerűbb újságírója ezen a mérkőzésen, de hát azért el kellett mondanom neki, hogy azért 46-7 év alatt nagyon sok vidit láttam, sok generációt, de ez top 10-es negatív teljesítmény, amit produkált mondjuk ezen a meccsen 60 percen keresztül a Vidi, és nagyon nehéz ezt megfejteni, hogy miért, de hát mégiscsak ő az edző, talán valamit kellene ebben a tekintetben lépni, mondani, és azt mondta, hogy hát ő tulajdonképpen tűzoltásra szerződtették, most neki ez a legfontosabb, hogy kármentésre, hogy a kármentesítés megtörténjen, majd egy olyan csapat első lépésbe bent az NB1-be, azt az összes többi most nem érdekes, majd beszélünk arról később. Azért az nagyon beszédes, amit te is mondasz, hogy gyakorlatilag alibizik a csapat, aminek nyilván több oka lehet, az egyik valóban a struktúrának, az elképzelésnek a hiánya, tehát a csapat játékában meglévő hiányosságok, és hát szerintem legalább ennyire az önbizalomnak és a felelősségvállalásnak a teljes hiánya. Egy játékos, amikor mindig a hozzá legközelebb esőhöz passzol, és a csak én ne roncsam el jegyében játszik, főleg két olyan gól után, ahol óriási helyezkedési meg egyéni hiba történt, akkor azért felmerül, hogy ezeknek a játékosoknak tényleg padlószint alatt van az önbizalma. Maga ugye Bartosz Gzselák is azt mondta, amikor foggatták, vagy olvastam egy nyilatkozatot, hogy na majd megvan-e már a gerinc, vagy hogy ki az, aki biztos játszik a következő meccsen, és azt mondta, hogy hát kérem, kiesésre állunk, továbbra is az dönti el, hogy az edzésen kitől lát gyakorlatilag két jó megmozdulást, nem így fogalmazott. Tehát amikor egy edző úgy rakja össze a csapatot, hogy megpróbálja a legkevésbé rossz formában lévő, vagy önbizalomban legrosszabbul állókat, vagy viszonylag jól állókat betenni, az már azért beszél, főleg ha idejön egy önbizalomtól duzzadó a saját játékában kiérlelt és eredményes csapat. És hát ez elképesztő, hogy 28 forduló alatt ide jutottunk, hogy ezt a fajta egyéni felelősségvállalást és önbizalmat, a szikráját nem látott senkiben egy MOL-Fehérvárban. Hát szerintem az a borzasztó bosszantó, hogy ez jutott az eszembe valamire a meccs kapcsán, illetve a meccs utáni interjú kapcsán inkább, hogy már megint azt halljuk, mint ezelőtt, hogy hát az edzésen nem erről volt szó, az edzésen nem ezt csináltuk, az edzésen nem így készültünk. Amit az edzésen csináltunk. Ez azért jó hallani, hogy nem a versenyre látható belőle. És igen, elmondta a mester a sajtótájékoztatón, hogy az edzésem tök jól ment. Nem is értettem, hogy a meccsen miért nem. Csak egy egyetlen példa, még a 2000-es évek elején, ugye mondtam már, de elmondom újra, és egy cituval is kiegészítem, hogy a Megye 2-be fociztam, IFI-be, az Ajka Kristály csapatában. Egy hétig azt gyakoroltuk, azt a szituációt, hogy mondjuk én bedobom a labdát, de úgy, hogy a csapattársam felén fut. Az oldalvonal és a 16-os vonalába. Dobom a labdát a felén futó csapattársnak, illetve mintha dobnám, mögötte ugye jön az ellenfél játékosa, ő megfordul, elfut az ellenfél játékosa mellett, én elé dobom a labdát, ő megnézi a közeledő csatát, bepasszolja a gól. Ezt egy hétig gyakoroltuk, mérkőzésen megcsináltuk. Mi a probléma? Tehát amit edzésen játszunk és gyakorlunk folyamatosan, az sokkal kisebb amatőr szinteken is ki kell, hogy jöjjön, hogy ki is jött. Hát figyelj, nem tudom, melyik nagy edzőről, talán Guardiolára vagy Kopról olvastam, hogy bedobó trénert is szerződtetett, tehát a bedobásokat is gyakorlatilag az atomi precizitásig gyakorolják, mert azért be lehet rosszul is dobni azt a labdát, véletlenül nem oda dobod, de még a saját, vagy az ellenfél kapuja előtt hagyján, itt tényleg a saját kapuja előtt követett el elképesztő helyezkedési hibákat a Vidi, ott az első, nem is tudom, az első gól előtt egy kecskeméti játékos úgy futott be a 16-oson, hogy még látszott a lassításból, hogy a mögötte két méterrel lemaradó fehérvári még így a többieknek mutogat, hogy hé, hát ho. Hát, mintha azt mondta volna, hogy nem az én dolgom lenne, és nem tudom, ki élet volna, de hát ilyet tényleg nagyon ritkán látni. Szóval, hogy ezt mondom, hogy akár önbizalomban, akár vállalásban totálisan szétesettnek tűnik a csapat, ami azért 5 fordulóval a vége előtt úgy, hogy éppen 2 ponttal előzzük a már kieső helyen álló honvédot, sok jót nem ígér a továbbiakra.
És tényleg az a fura, hogy az első kecskeméti gól előtt ugye az ötöse belülre beért a csatár, és megihatott volna egy kávét, mert senki nem ment. Tehát két kecskeméti törzött öt védő a kapu előtt, és nyilván be is rúgták az öt védő közül. Kapott, csak nem avott között és közben senki. Dehogy a szélsőre nem ment ki senki a beadáskor. Ugyanez a második fél időben, amikor mi akartuk ezt eljátszani, rögtön odaért egy kecskeméti blokkoló láb. És hogy ezek az alap momentumok nincsenek meg, amit ha én oda megyek a pályára, és oda megyek, és megpróbálom megakadályozni a beadást. Arról meg nem beszélve, amit itt Balázs nem is említett, meg te is, hogy gyakorlatilag kaput eltaláló lövés és helyzet nélkül, ugye mostanában ezzel az XG-vel gyakorlatilag mindent jellemeznek, elmondanak, lemérnek. Nem olvastam hivatalosan ennek a meccsnek ezt az adatát, de gyakorlatilag biztos, hogy 0 egész valamennyi a Vidinek most már mérkőzések óta ez az XG-je, hiszen nem ez volt az első mérkőzés, ahol nemhogy minőségi helyzetet, de semmilyen helyzetet nem sikerült kialakítani. Tényleg nagyon hiányzik a jó szélső, a jó befejező csatára, a kapu elé érkezni tudó, a kapunak háttal a labdát levenni, megjátszani tudó, tehát tényleg napestig lehetne sorolni. De ha már ilyen a helyzet, nekem az is megdöbbentő volt, ugye azt nyilatkozta a vezetőedző, hogy 15 perc után dőlt be a játék, addig sikerült azt a meccs tervet megvalósítani, ami egyébként valóban volt ezek szerint, hogy kell ez ellen a Kecskemét ellen játszani. 28 forduló telt el, ide jön egy csapat, akit 27-szer lehetett eddig levideózni, csak a bajnokságban. Tehát azt gondolja az ember, hogy manapság, amikor tényleg már arra külön szakembert szerződtetnek, hogy a play gombot nyomkodja a videón, vagy nyilván a számítógépen, hogy meg tud lepni azzal egy Kecskemét, hogy azt játsza, amit egyébként egész szezonban játszott, és 15 perc után a Vidi gyakorlatilag maga kínálta föl a gyilkos fegyvert, mert olyan helyeken veszített labdát egy köztudottan letámadó, jó erőléttel rendelkező fiatal csapat ellen, ahol öngyilkosság. Aztán, amit te mondtál, hogy a végére egy kicsit feljövött a Vidi, szerintem ahhoz is köze volt, hogy a Kecskemét azért 60-70 perc után kifingott ebben a nagyon erős, nagyon fizikális, letámadós játékban. Tehát ott valóban meg lehetett volna találni azokat a réseket. Ha mondjuk ott 0-0 az eredmény, még esetleg reménykedhetünk is, hogy a 93. percben győztes gólt lövünk. De addig kicsinálta magát a csapat. Tehát én ezt se értem, hogy készültünk fel egy olyan együttesre, amelyik semmi olyat nem mutatott, amit nem láttunk tőle korábban, és egyébként hát minden tiszteletem persze és elismerésem a Kecskemétnek. Nagyon egyszerű focit játszik a Kecskemét, de nagyon eredményes. Tehát a két szélen megpróbálják megtolni a labdát, vagy éppen középpen, és figyelik a hibákat. Tehát a Vidi második gólja is abszolút egy egyéni Baki után stoppira labdavesztése, kézzel rúgta magát gyakorlatilag, és utána elcsúszott, abból indult. Ellépett a horvát, Krisztofer, szépen kilőtte a bal alsót. És tényleg egyszerű, nagyon egyszerű, de nagyon hatékony foci, amit játszik a Kecskemét. Én továbbra is azt mondom, hogy ezekkel a játékosokkal ez a csapat így most nagyon rendben van, de ebből mondjuk kivesznek 3-4 srácot, most majd jövő, biztos, hogy elvisznek nyáron Kecskeméten. A jövő évi Kecskemét már lehet, hogy azokért a célokért küzd, amiért az idén följött az NB1-be, hogy maradjunk bent, és azok a srácok se fognak az új csapatukban mondjuk tündökölni. De hát most maradjunk tényleg a Vidinél. Adtál egy végszót ezzel egyébként, mert azt is akartam fölhozni, és akkor nem csak ennek a mérkőzésnek a kapcsán, hogy ha mondjuk a Kecskemétből kiveszed azt a 2-3 játékost, és mondjuk kettőt idehozol Fehérvár, azért korábban előfordult ez, hogy a feltűnt 3 jó mérkőzése már rendelkező fiatalok a Vidiben kötöttek ki, ahol nyilván sokkal jobb szerződést kaptak, és úgy érezhették, hogy akkor megy a karrierjük. És azt látjuk, hogy az ilyen játékosok egyszerűen itt Fehérváron most már semmi. Évek óta nem tudnak olyan produkciót nyújtani, aminek nyilván számos oka lehet, és megint elővetjük, hogy milyen edzők voltak itt, milyen koncepció mellett épül a csapat, mi itt az elsődleges cél. De számomra teljességgel felfoghatatlan, vagy legalábbis furcsa is, és magyarázatra vár, hogy olyan játékosok, és itt akkor a Csobotkevérre, a Zsótér Donátra is gondolok, aki már nem most volt itt, de azért néhány évvel ezelőtt, a Szendrei, akit elhoztunk a Honvédból. Tehát fiatal játékosokat beteszel másik csapatba, és minthogyha nem ugyanazok lennének. De akár az Ivzivazdét is mondhatnám, aki az Újpestben elkezdett házigól király lenni hirtelen, miközben itt ugye gyakorlatilag lehetőséget se sokat kapott, vagy nem volt vele elégedett. Tehát mi történik? Mi a hiba a rendszerben, hogy ezek szerint nem az igazolás képességével van a baj, hanem azzal, amit itt rábíznak, vagy nem bíznak rá. Tehát hogy tud egy Csobotkevér, aki most Amerikából kapott konkrét ajánlatot, ugye úgy mondta le, hogy hát azonnal visszük. Ő is harcol azért az Újpesttel, még bár most ők jobban állnak így az edzőváltás után.
Mi történik a Fehérvárban, azon kívül, hogy marha jól lehet keresni? Hát eleve a Csobot esetében nem is kapta meg a lehetőséget. Hát NB1-es meccsen szerintem nem volt 3 perce az alatt az 1 év alatt, még itt volt. Kupa meccseken, meg barátságos meccseken, hát persze, hogy de ott is lehet bizonyítani. Ez vajon ki lehet? Kupa meccsen bizonyított, mindenki tudta, láthatta, hogy ez a gyerek tehetséges, tudtuk róla. Tehát valahol ott van a baj, hogy a szakmai stáb nem látta benne azt, amit egyébként láttak Újpesten, és meg is tudott valósítani ennek alapján Újpesten. Nem tudom, szóval itt mély problémák vannak, az teljesen egyértelmű, és pont ez a nagy baj, hogy most nincs, aki gólt rúgjon. Tehát igen, mondtak Zselák, hogy az volt az elképzelés, hogy támadjuk le a Kecskemét, tehát hogy nyomjuk oda a saját kapujához, és rúgjunk gólokat. Na de kivel, kikkel? Hát tényleg. Most jelenleg a Kodron kívül nincs befejező támadónak nevezhető játékos. A szélső sem sok, mert a Castrati úgy, ahogy. A Sönt pedig sérült, és gyakorlatilag megnézhetjük. A Dárdai Palinak is így megy lefelé a teljesítménygörbéje. Most sem nagyon láttunk tőle semmi extrát. Nem látom nagyon pozitívnak nagyon a jövőt, pedig elég optimista típus vagyok. Úgyhogy az utolsó 5 forduló dacára annak, hogy idejön a Mezőkövesd, idejön az Alaegerszeg, ami szintén edzőt váltott, és biztos kap új impulzust, pozitív impulzusokat. Szóval nagyon nem lesz ez könnyű csata. És igen, amiről beszéltünk, hogy megyünk a Vasashoz a végén, és lehet, hogy az a meccs fog dönteni, és ez a Vasas, láttuk a Fradi ellen is most nagyon jól pörgött, egy motivált Vasas, utolsó szalmaszálba kapaszkodó Vasas, persze, ha már addigra egy papíron kiesett Vasashoz megy majd a Vidi, lehet, hogy nem lesz ennyire motivált, de én azt gondolom, hogy valahogy a Vidi ellen mindig mindenki szeret motivált lenni. Hát a játékosaink kevésbé, mintha úgy tűnne, de valószínűleg tényleg inkább az önbizalommal van a gond. Ezt is mondtam, és egyébként Dárdai Palkó példája tényleg szerintem mindennél ékesebben mutatja, hogy itt olyan játékosok is rettenetesen mélyre kerültek, akikről nem 5-10 éves emlékeink vannak, mert tudjuk, hogy Stopira vagy Négo jó játszott egy Chelsea ellen is adott esetben, meg a Bordónak győztes gólt fejelt meg a többi. Ezt most hagyjuk, az idő mások felett is eljárhat. Lehet, hogy tőlük nem várható az a színvonalú futball, de a Köln ellen egy Dárdai parádésan futballozott gyakorlatilag mind a két meccsen. Úgy tűnt a szezon elején, hogy ha valaki, akkor ő az lehet, aki felfelé fog kizenélni ebből a zenekarból. És totálisan összezuhanva látjuk őt is játszani. Én nem számoltam, mert csak idegesítettem magam az utóbbi mérkőzéseken, hogy hányszor rontjuk el az első paszt. Tehát, hogy hányszor van az, hogy a 10 méterre álló emberhez már nem sikerül oda rúgni a labdát, amiből aztán nyilván nem lesz támadás, meg nem lesz semmi. Tehát most ugyanott vagyunk, ahol szerintem eddig is voltunk, ugye megnézzük a Zseláknak a statisztikáját. Egészen pontosan nem tudom, de körülbelül 5 mérkőzés, és egy győzelem, 2 vereség és 2 döntetlen, valahogy így lehet szerintem most a statisztika. Tehát még mindig egy helyben toporgunk. Tehát 5 mérkőzés után szerintem azért már lehet látni, hogy előrébb tartunk, hátrébb tartunk, vagy egy helyben toporgunk. Ez a tipikus egy helyben toporgás, amikor nem történik semmi. Van egy edző, és ugyanaz a játék folytatódik gyakorlatilag, mint eddig, ugyanazokkal az eredményekkel, és itt tényleg a bentmaradás lesz a cél. És hát a tűzoltást azt egy kicsit azért nagyobb poroltóval kéne megkezdeni, szerintem, ha már azt mondta, hogy ugye tűzoltásra szerződtették, és ez volt talán az első olyan válasz a vezetőedzőnek, amikor egy kicsit realistán válaszolt a sajtótájékoztatóra feltett kérdésre. De ha megfigyeled, egy nehéz helyzetben lévő csapatnál történő edzőváltás után, ez előbb-utóbb mindig kikerül az asztalra ez az érv, hogy hát én kész anyaggal dolgozom, bocsánatot kérek, én nekem ezt kell megoldani, itt most csak oltsuk el a tüzet. Aztán jó esetben elsülhet úgy, mint nem tudom, Vignyevics visszatért ugye most Újpestre, és szereztek néhány pontot, győzelmet, úgyhogy éppen most nyugodtak lehetnek. De ez általában ez a forgatókönyv, hogy az új edző azt mondja, hogy egyelőre maradjunk ennyiben. Aztán a nagy kérdés, hogyha sikerül ezt a minimális célt teljesíteni, akkor mit kap majd hozzá, hogy előreléphessen a csapat, mert Borisszal pontosan ez történt az előző szezon végén, bent tartotta a csapatot, és újat meg nem építhetett gyakorlatilag. Hát az a baj, hogy mondjuk most a 22 játékosból 18-nak az önbizalma a béka feneke alatt van.
nyáron attól nem fog változni semmi, ha még benn is maradunk, és arról nem beszélünk, hogy 9.-10. helyen végzünk, akkor hogyan hozol egy minőségi játékos, mit mondasz neki, hogy hát jó, hát a tavalyi szezon nem sikerült, ja, meg az előző sem, Tehát, hogy... De majd jövőre kimegyünk a nemzetközi Ebbe a szezonban ma jó lesz, meg és akkor az egy a kérdés, évet várunk. Az a kérdés, hogy mi a játékos ambíciója, most hirtelen az a példa jutott eszembe, talán Balázs emlékszik, még volt az Albacom kosárcsapatának is egy olyan jó hosszú 11-2 éve, ugye a 2000-ben megnyert harmadik bajnoki cím után, amikor tényleg semmit nem sikerült nyerni. És abban a periódusban még nagyon sokáig azért az Albacomp a legtehetősebb és magyar szinten legjobb körülményeket biztosító csapat közé tartozott. És sorra jött, volt olyan, hogy ami kosárlabdában azért nagyon ritka, hogy két válogatott játékost is sikerült igazolni, olyanokat, akikből összesen volt, nem tudom, 4-5 igazolható amúgy a magyar mezőnyben, tehát nem csak légióst, hanem magyar válogatottat, és akkor mindenki azt mondta, hogy hú, hát az Albacomp. Hát. És gyakorlatilag tényleg a saját tudásukhoz és a máshol mutatott játékukhoz képest itt tökön szúrták magukat, már bocsánat. És nem volt az embernekben más józan magyarázat, mint hogy nagyon nagy pénzzel le lehetett szerződtetni azt a játékost, aki a magyar kosárlabdában megkereshető pénzek maximumát itt megkereste, csak éppen nem tudta azt a teljesítményt letenni az asztalra. És most egy kicsit úgy vagyok vele, hogy ide lehet hozni a Vidihez, akár ebből a Kecskemétből, akár más magyar csapatból is, nyilván jó pénzért, 1-0-val többért játékost, csak annyira szeretném hinni, hogy ezen az 1-0-án kívül más is motiválja, és másra is képes lesz megmutatni azt, hogy mit tud valójában. Na mindegy, hát a foci témát még egy kicsit morbid poénnal lezárva, hogy az Zalaegerszegnél említetted már az edzőváltás meg a vezetőváltás, egy Csalló István, aki ezt a szezont ugye még a Fehérvár sportigazgatójaként kezdte, most elment Zalaegerszegre. Nem kívánom neki matematikailag, még az is lehet, hogy ő lesz az első ember, aki két csapattal esik ki egy szezonon belül, de ez valószínűleg azért nem fog bekövetkezni. Az viszont bekövetkezhet, hogy úgy megy el innen majd a Zalaegerszeg vezetőjeként, hogy hát nem bosszúból, de egy szöget még bever a Vidi koporsójába, így visszaköszönve, meglátjuk. Nem merem még föltenni tippre azt a kérdést. Még van eddig néhány adásunk, hogy akkor meg lesz-e a vedmaradás. Viszont... Nehéz, tényleg nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy nálam optimistább ember ebben a kérdésben nem nagyon van, de most így nézek, számolgatok, és látva főleg ezt a játékot, tényleg igazat kell adjak néhány embernek, akik azt mondják, hogy de mire vagy te ilyen optimista? Egyszerűen még mindig nem tudom elképzelni, hogy a Vidi ezekkel a lehetőségekkel ki tudjon esni, de ezt a kilátástalan lődörgést, ami van a pályán 50-60-70 percig átlagosan meccsenként, ezt tényleg nem tudom hova tenni. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Én még most is hiszek abban, és bízom, biztos vagyok abban, hogy valahogy bent maradunk, hogy ki fog aztán kiesni, mert egyébként a Honvédot is sem gondolom olyan rossz csapatnak, látjuk őket játszani, nekik sincs szerencséjük, és nekik mondjuk legalább van egy Lukicsuk, meg egy-két olyan játékosuk, akik tudnak villanni és meccset dönteni. Nálunk is lehetnének Lukicsok, most csak egyetlen példát mondok, belső információ, de nyilván nem mondom meg, hogy kitől, meg hogyan, meg szóval ezernyi embertől lehet. A Vidi le akarta igazolni ezt a Varga Barnabást nyáron, amikor a Gyirmót kiesett, azt mondták itt a vezetők, hogy nem Vidi szintű labdarúgó. Hát egyébként ez most nagyjából igaz is. Csak most 22 vagy 23, vagy nem tudom hány góllal vezeti az NB1-et. Jelenleg ez nem a Vidi szintje, tényleg ezt el kell ismerni, de hát ahogy kezdtem, hogy a Kecskemét sem kieső jelöltként érkezett, hanem bajnok jelöltként a Sóstóra, erre se sokan számítottak volna. Hát igen, és erről is nagyon sokat beszéltünk, meg soha nem fogjuk megfejteni, hogy valójában hol van itt az igazi probléma, hol van az a pont, ahol elbuknak a jó elképzelések, vagy a jónak gondolt elképzelések rosszul sülnek el, ez valószínűleg egy rettenetesen összetett probléma. Viszont akkor váltsunk témát, és ha már a kosárlabdát ilyen szépen behoztam, beszéljünk arról, hogy ugye most nem játszott az Alba, mert hál' Istennek ugye három mérkőzésen eldöntötte a Kecskemét elleni negyeddöntőt, viszont kiderült, hogy a Körmend lesz az ellenfél az elődöntőben. A negyeddöntők egyetlen váratlan fordulata ott következett be, ugye a egész szezonban magabiztos Szolnok, gyakorlatilag végig második helyen álltak. Második évben egymás után elhasalt a negyeddöntőben, tavaly még nagyon meglepetés volt, ott a Kecskemét verte ki őket. És hát ez azzal jár egyrészt, hogy Körmenddel játszik az Alba, ami egy parád és hangulatú elődöntőt ígér, tényleg a legnagyobb fanatikus kosárváros csapatával, másrészt pályaelőnyben, ami meg egy nagyon kedvező fordulatnak tűnik. És hát én azt a kérdést írtam itt fel magamnak igazából, hogy valójában
mennyit ér ez a hazai pálya, és kinél van most a lélektani előny, mert azért nagyon könnyen bele lehet esni abba a csapdába, hogy azt gondolja a csapat, hogy hát jó, hát így azért oké. Tehát, hogy hát nem kell elmenni Szolnokra, nem kell kapaszkodni a pályahátrányból, itt csak meg kell nyerni a hazai meccseket. De azért a Kecskemét ellen sem sikerült olyan simán megnyerni ezeket a hazai meccseket. Nem, ennek ellenére valamiért, ugye beszéltünk is erről pár hete, én már akkor azt mondtam, hogy a körmentet vizionálom már a negyed döntőben is. Hál' Isten, ott kiküszöböltük ezt a problémát. Laci távolétében is van azért és messzelátó mágusunk. Messzelátó mágus, igen. Megkaptuk most a negyed döntőre. Abban a szempontból örültem, hogy igen, nálunk lesz a pályaelőny, de ez egy minden hájon megkent rutinos körmend. Olyan hazai közönséggel, ami tényleg tudjuk, hogy párját ritkítja. Nagyon nehéz dolgunk lesz idegenbe természetesen, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes párharc lesz, és lehet, hogy mi fogunk nyerni körmendi meccset, de lehet, hogy itthon éppen ugyanúgy megcsinálják, mint az alapszakaszban, hogy ők is elhoznak. Ahogy körmend, vagy Szolnokon is most ugye meg tudták nyerni nagyon éles szituációban, kiki meccsen, utolsó 20 másodpercre a vége előtt szerzett triplával gyakorlatilag elhozták a meccset. Tehát én tartok ettől a párosítástól, de ennek ellenére azt mondom, hogy így, ahogy alakult, hogy pályaelőny, és azért a Szolnokkal sem jártunk volna sokkal jobban, megkaptuk ezt a lehetőséget, hogy itthon zárjuk le, ha úgy alakul. Én azt mondom, hogy csalódás innentől kezdve, ha nem jutunk a döntőbe, és aztán lehet revánsot venni a Falkón, aki mindig úgy vagyunk, hogy majdnem elkaptuk. Várjuk meg azt a pár harcot, és ott lesz egy jó kis Falkó. De menjünk ennek neki úgy tényleg, hogy legyünk pozitívak, és azt gondolom, hogy a játéka is most az Albának rendben van, a csapat is úgy látszik, hogy úgy egyben van, rendben van, úgyhogy várjuk a pozitívumokat továbbra is. Én egy picit amúgy meglepődtem, azt hiszem kicsit simább lesz a Kecskemét ellen, bár tudjuk, hogy a Kecskemét minden évben nehéz dió bárkinek rutinos játékosokkal, de én azt hittem, hogy az első meccs oké, hogy szoros, akkor Kecskeméten persze lehet szoros, de hogy a harmadik meccs például simább lesz már itthon, és ez ott nagyon rezgett azért a léc. Sima lett volna, hogyha dobunk kosarat. Igen, a második, vagy a harmadik negyed, igen, ott volt jó pár perc, amikor nem találtunk be. Szóval kicsit óvatos vagyok, de hát remélem egy ilyen 3-1-3-2-vel valahogy azért sikerül a döntőbe kerülni. A magyar kosárlabda történelmének talán legemlékezetesebb bajnoki döntője az volt egyébként, ha tippel nem kéne azt mondani, hogy 1990-ben, de ott akkoriban valamelyik évben, amikor a Körmend az Zalaegerszeggel játszott, és mind az 5 mérkőzésen vendéggyőzelem született. Tehát mert itt mondtad, hogy esetleg mi is nyerhetünk Körmenden, nyerhet a Körmend is itt. Hát az volt az a bajnoki döntő, ugye Farkas Sándor volt az Zalaegerszeg edzője, fiatal szakemberként. És az Zalaegerszegiek, tehát a körmendiek voltak pálya előnyben. És hát ez, hogy első meccset elviszi a vendég, nem baj a másodikon, mi vittük el, kiegyenlítettünk, meg így jön egy jó hat, de azt megint megnyerték, nem baj, megint megnyerjük mi is idegenben. És ötödik meccset nyerni Körmenden, akkor hát nem is tudom hány ezer néző előtt abban az egyébként, nem tudom, 500 fős csarnokban körülbelül. Na ezt csak azért mondom, mert tényleg benne van, egy rájátszás őrületében benne van, és egy másik történelmi példa, ez pedig óvatosságra int azért, mert a Körmend most hetedik helyről ment be a rájátszásba. Pontosan 20 évvel ezelőtt történt meg, és én azt a bajnoki döntőt kommentátorként helyszínen végigkövettem. Őrület volt, 8. helyről mentek be a rájátszásba, de időközben, szezon közben hazajött Németh Isti, aki akkor még Olaszországban légióskodott, és a 8. helyről ők megnyerték a bajnokságot, úgyhogy minden párharcukban pályahátrányban voltak, és hát a Stojan Ivkovicssal fémjelzett, finoman szólva sem rutintalan Kaposvárt verték meg a döntőben szintén pályahátrányból. Tehát őrület volt, és Körmenden ez az őrület, ez bármikor fokozható, úgyhogy azért oda kell figyelni. Kíváncsi leszek, azért is, mert a Körmendnek van egy fiatal edzője, aki szerintem Körmenden kívül senki nem ismert, őt is szezon közben egy edzőben ezt is után léptették elő, ugye Kocsis Tamás, az Albának meg van egy olyan edzője, aki szintén a magyar mezőiben először szerepel, egyiknek sincs semmiféle playoff rutinja, elődöntős rutinja, úgyhogy itt az is nagy kérdés lesz, hogy az edzők közül ki tud majd hozzátenni annyit, amennyi kell egy továbbjutáshoz. Szerintem egy kicsit arra kell majd vigyázni, hogy szép ez a győzelmi széria, nem is tudom már hány mérkőzés óta tart, 9. Hát most majd 10. így van. Szóval ennek a győzelmi szériának egyszer vége lesz. Nyilván azt akarjuk, hogy ne érjen véget soha, ne érjen véget a Körmend ellen, de már egy kicsit úgy kell kimenni a pályára, és ebben a felfogásban a sok pozitív dolog mellett, ugye a pályaelőny mellett, hogy 10 győzelem egymás után, tehát ezek már tényleg olyan dolgok, amikre lehet építeni. Az, hogy ugye a Körmend ellen kikapott a csapat a bajnokságban, az intőjel lehet. Az, hogy egyszer véget fog érni a győzelmi széria, az is intőjel lehet.
Hát igen, most feltehetjük a nagyköltői kérdést, hogy mikor kapjunk ki, mikor lenne jó kikapni, mondjuk az első meccsen, vagy a másodikon, nyilván leginkább soha. De nagyon remélem, hogy a mester erre is felkészíti a srácokat, hogy tök jók vagyunk, de nagyon oda kell figyelni, mert semmi nem tart örökké. Persze, ha örökké tartanám mondjuk a bajnokság végéig, az csoda lenne, és akkor tényleg korona, de nagyon kell figyelni mindenféle szempontból. Ugye május 3-án kezdődik majd ez a párharc, és ez is egy adalék csak, mert a normális esetben úgy szokott lenni, hogy ugye a negyed döntőt azonnal követi az elődöntő, és igen, az Albának lenne egy olyan előnye, hogy előbb befejezte a Kecskeméten, a körben még az utolsó meccsen is az utolsó pillanatig harcolt Szolnokon, és hát elvileg most egy fáradtabb körmennek kellene érkeznie, ehhez képest az U20-as döntő miatt beiktattak egy szünetet, tehát gyakorlatilag tényleg nulláról indul majd ez a fajta előny, ez elvész, ha egyáltalán lett volna. Sőt, nem biztos, hogy nagy előny, hogy több mint két hetet pihen az Alba. Igen, az is egy kérdés, hogy ott sikerül felpörögni majd az első mérkőzésre, amit pedig Szilárd mondott, az tényleg szintén megszívlelendő, vagy figyelembe kell azért venni. Nem egyszer, hanem kétszer verte meg a Körmend az Albát ebben a szezonban, tehát itt Fehérváron is. Az volt Matthias Szolnár koporsójában idézőjelesen az egyik utolsó szög, úgyhogy lehet azt mondani, hogy az egy másik korszak volt, másik Alba, de figyelmeztetőnek mindenképpen figyelmeztető azért, azt hiszem. Na meglátjuk, hát erről biztos, hogy fogunk beszélni, és akkor beszéljünk egy kicsit jégkorongról is, ha már Zsombor itt van velünk hosszú idő után, aki közben megjárta a Nápolyt, meg egyéb híres jégkorong fellegvárakat. Ugye? Szóval, hogy a Hidro Fehérvár sajtósaként is nyilván érintett és pontosan ismeri a csapat körül zajló dolgokat. Beszéltünk majd a válogatottról is, mert most az lesz azért mindjárt aktuális. De az meg a csapat kapcsán aktuális, hogy alakulgat a következő évkerete. Ilyenkor mindig ez foglalkoztatja a szurkolókat. A legfrissebb hírek ugye arról szóltak, hogy három játékos aláírt, köztük kettő gyakorlatilag hosszabbított, a kapuban ugye Roa, illetve Mihály Ákos. És hát amit nagyon nagy örömtüzekkel köszöntöttek a szurkolók, hogy Josh Atkinson visszatér, aki védőként hihetetlenül eredményesen játszott a döntővel záruló szezonban, és hát van még egy erősítés, aki pedig hát az egyik riválisban villogott az előző idényben. Nem tudom, mit lehet tudni erről, illetve amint leírsz egy ilyen hírt, ugye az első komment mindig az, hogy jaj de jó, és mikor ír alá XY? És ki fog még maradni? És ugye nem engeditek el tehát hogy a szurkoló az ilyen, persze, hogy igazából hiába adsz az egyik kezed, de ő azt nézi, hogy a másikban mit tartogatsz, de hogy azért most nagyjából elégedettek, gondolom, ezekkel az igazolásokkal a csapat szurkolói. Hát elégedettek lettek, bár ugye én az akadémiánál vagyok, akkor kevésbé a Hidrónál, de mindenképpen ezek nagyon biztató igazolások, szóval alakul ez. Nyilván ott a szurkolóknál az Erdély Bartali szerződés hosszabbítását így olvasva a kommenteket mindenképpen ugye egy érdekes hír lehet, aztán kiderül, hogy velük mi lesz, de hát ugye van már 16-17 játékos. Bartali Pistinek már lejárt, még az van meg, hogy ő is ilyen hosszú időre szerződött, mint Hári. Ha jól tudom, lehet, hogy lejárt. Három évre volt, akkor lehet, hogy az már lejárt. A Csarinak szerintem az biztos, hogy lejárt. Csarinak le, úgyhogy az még egy jó kérdés. Igen. Nyilván lehet, hogy a VB is majd közre játszhat az ő sorsukban, a jövőjükben, de mindenképpen az, hogy egy jó csatár sikerült légióst igazolni, akár mondjuk mondhatni a Petán helyére, mert ugye Alex Petán meg sajnos távozik Pusztertához, az mindenképpen bíztató, meg tényleg az, hogy egy ilyen nagy ágyú a volánt választja, szerintem ez nagyon pozitív. Daniel Lyonsről beszélünk. Igen, a hetedik helyen végzett a pontlistán, és mondjuk a mi bálványozott Petánunk a 28. vagy 9. lett ugyanezen a listán. Tehát a szurkolók szívében most ebben a szezonban, ugye, igen, ez ő nagyon jó teljesítmény nyújtott, illetve előtte Norvégiában, illetve a Németországi... Izlukban volt két jó idénye, meg előtte Norvégiában is. Meg a Delben is játszott, és ott is a csapata első-második legpont erősebb játékosa volt, ezért talán bízhatunk abban, hogy ő tényleg tud jól illeszkedni ebbe a csapatba, és itt is tud meg produkálni, legalábbis én bízom benne. Hát Kizonnál meg reméljük, ha nem jön közben sérülés, mert szegénynek a németországi kalandját törte meg egy bálsérülés, talán, ha jól olvastam. Úgyhogy, de az ő visszatérése az mindenképpen nagyon pozitív, mert szurkolók is szerették, azt hiszem több mint egy pont per meccses átlaga volt védőként, ami ugye azért az nagyon
nagyon jó, és itt tavaly pont talán ez hiányzott a védők tekintetében, hogy onnan érkezett picivel kevesebb pont az ő távozásával is. Úgyhogy ebben mindenképpen lehet javulás. Aztán a válogatott meglátjuk. Még annyit ugye, hogy a kapusposzt is mindig neuralgikus, és ezzel, hogy Roa vagy Roy, ez gyakorlatilag folyamatosan megy a vita, hogy kell mondani a nevét, hogy ő hosszabbított, ez számomra azért érdekes, hogy hogyan érinti Horváth Dominikot, aki pedig az elmúlt szezon elején gyakorlatilag egyenrangú kapusa volt a Volánnak. Nyilván egy ilyen kaliberű légiós megerősítése, szerződése azért azt üzeni, hogy alapvetően maradni fog a kapus sorrend, és hát ilyenkor belül fel a kérdés, hogy meddig tervez mondjuk egy ilyen csapatnál egy fiatal magyar játékos, aki azért nyilván előbb-utóbb játszani szeretne. Hát ugye a Horváth Dominik esetében még ő is talán nyilatkozta nekünk is a hírlapnál, hogy ez a szezon nála tényleg a belerázódás, a tempófelvétel azért más egy Erste Ligához képest. Ez pont akkor látszódott, amikor talán a B-ja ellen levédett a titánokba a Doma is, és nagyon jó teljesítmény nyújtott. Szóval ott neki már nagyon sokat számított ez a 10 meccs, amit nagyjából kapott. Talán jövőre kaphat többet is, de szerintem kapusposzton a Roa tudja hozni ezt a tavalyi stabil teljesítményt, akkor azért remélhetőleg nem lesz gondunk. A Lewens szerződésével kapcsolatban Szilárddal megfejtettük itt adás előtt, hogy a kanadait könnyű igazolni, mert az edzőnek a földieiről van szó. Erre mondtam, hogy ugye a Boncz Gézának volt az a poénja, hogy maga pesti, akkor ismeri a Kovácsékat. Tehát, hogy elég nagy országról beszélünk, nem automatikus, hogy minden jó kanadai vagy amerikai hokis ide jön, de legalább akkor bízhatunk, hogy a Konstantin kapcsolatai is ilyenkor számítanak, amikor új keret alakul. Igen, gyakorlatilag éppen ezt mondtam viccesen, hogy hát mi lehet az összefüggés, és azt mondtam, hogy hát igen, kanadai, de ha ugye beszéltem a vezetőedzővel, és nem tudom, hogy ezt tudjátok-e egyébként, hogy a Kanadában egy olyan helyen lakik, ahol van egy tó, és ő a kanadai oldalon lakik, de a másik oldal az már ugye az Egyesült Államok, tehát gyakorlatilag egész is nagyon szép, hogy mindenki ide tud hozni tulajdonképpen. Kanadában vagy az Egyesült Államokban. De hogyha tényleg nüanszok számítanak a beilleszkedésbe ugye mindenképp, akkor szerintem az nagyon nagy nüansz lesz, hogy egy kicsit talán otthon érezheti magát majd a Lewens, hiszen földi éhező majd játszani, és biztos, hogy ez egy pozitív hatás lesz majd lelkiekben számára, illetve fejben számára. Amit minden ide szerződő az osztrák ligában már megfordult játékos ugye kiemel, azt ő is elmondta, hogy a szurkolók előtt játszani úgy, hogy neki fognak szurkolni ebben a hangulatú csarnokban, és nem ellene ez. Ezt ő nagyon-nagyon várja. Nagyon jó példaként említhető, és ezt is sokszor megtesszük más csapatokhoz képest bezzegezve a Volán, ahol a várost is szeretik, a közeget, ahol a hokis feleségek, a volábi csapattársak, az akár régen már innen elszerződöttek, és mindig azt mondják, hogy a város, a szurkolók, a közeg nagyon kedves és szeretette teljes, de ennek a csarnoknak a hangulata, ez valami külön vonzerő, és hát ez különlegesen érdekes most, amikor jó esetben a következő szezon felétől már lehet, hogy egy egészen más arénában játszhat a Volán. Ja. Legyen annak is ilyen atmoszférája, mint ennek a kicsi csarnoknak, mert az azt jelenti, hogy 5-6 ezer nézőt össze lehet gerebjezni egy Volán meccsre. Biztos, hogy vannak olyan meccsek, amikor össze lehet, de lesznek olyanok, amikor félház lesz, és furcsa lesz az embernek, hogy ebben, mintha alig lennének. Ugye a stadionban is, ha kimegyünk, most volt 4287 néző, egészen pontosan a hivatalos számlálások szerint, és barátom mindig megkérdezi tőlem, hogy Jézus, mert nincsenek ezren se, hogy így körülnézünk. De van, csak ez nagyobb ez az aréna egy kicsit, jobban elvesznek az emberek. Úgyhogy reméljük, hogy az új csarnokban nem nagyon vesznek el sokszor a szurkolók. És mit reméljük a válogatottól? Ugye kezdődik hamarosan május 13-án az átcsoportos, még így hívom, tehát az elit világbajnokság. Én így nézegettem az ellenfeleket, szerintem ez megint az a kategória, hál' Istennek, mint még nem tudom, még Ocskai Palkovicsik idejében, hogy már attól hanyat kerestünk, hogy ilyen csapatokkal játszhatunk. Kanadával is játszik nem sokára, ugye a magyar válogatott egy felkészülési mérkőzés. Itt a szansz, minden tud róluk az egyik. Igen, ugyanaz az ország. Jó főpróba a VB előtt. Igen, de szóval, hogy Dánia, Egyesült Államok, Franciaország, Svédország, Finnország, Németország és a végén Ausztria, szerintem mindenki úgy számol, hogy majd az osztrákokkal jó esetben sikerül egy kiki meccset a bentmaradásért játszani, hát aztán kiderül, hogy addig ki csípel esetleg bravúr pontokat.
Nem tudom, hogy mennek neki a fiúk, ez megint egy brutális világbajnokság lesz. A szurkolók számára nyilván nagy élmény. Nincsenek kétségeim, bár Zsombi mondta, hogy nem tud kimenni, de hogy nagyon sok magyar ott lesz Tamperében, Finnországban, még ha nem is ez lesz a legolcsóbb túra a magyar jégkorong szurkolók történetében. Hát az biztos, a hírek szerint ilyen 1000 körüli magyar szurkoló lehet ott, ami biztos, hogy nagyon speciális, mert volt szerencsém azért egy-két VB-n, divíziós VB-n ott lenni, tényleg amikor mész a városba, és akkor mindenhol a magyar meze szurkolókkal találkozol, az mindig egy ilyen nagyon pozitív dolog. Mi a válogatottat, illetve hogy eddig 6-1 a felkészülési meccsek, forma még alakul, inkább maradjunk annyiba, de én szerintem ott a 2-3 meccs lehet az a VB-n, ahol a pontszerzés reális, nyilván az osztrákok ellen az tényleg lehet egy kiki meccs, azokra kell nagyon a hangsúlyt helyezni, egy USA meg egy Finnország ellen meg élvezni kell, hogy ott vannak a fiúk, teher nélkül kell játszani, aztán ki tudja, hogy mi sül ki belőle. Én azt gondolom, hogy a rögtön az első meccsen a dánokat azért meg lehet esetleg egy kicsit fogni. Bízzunk benne, no. Volt, amikor mi voltunk a jobbak, 30 évvel ezelőtt kb. Nyilván itt vannak, de hát most ki ellen bizakodjunk, ha mondjuk nem a dánok, a franciák és az osztrákok ellen. Mert az osztrákokkal is az a baj, hogy amikor kiki meccset játszunk, ilyen VB meccseket, akkor általában jól kiszoktunk kapni, de ellenük nyilván lehet esély, hiszen az Ice Age-el, vagy ebben mindegy, hogy mondjuk a közös bajnokságokán van tapasztalat, tudjuk, ismerjük a hokisaik nagy részét, mert ugye közöttük azért van, aki tengeren túlon játszik, és NHL-es játékosuk is van. Hát bízunk benne, hogy tényleg őket meg lehet sípni, meg még mondjuk ezt a két csapatot esetleg legyünk egészen hurrá optimisták. Bár az előkészületek alapján igen, ez a 6-1 győzelem, a 5 bukta, az nem... Szóval én is hiszek ebben, és most hogy jól altatom magam ezzel, ez azért tegyük hozzá, hogy még csak formaidőzítési fázis vannak, de hát azért nem, két hát és fél három hét múlva ott vagyunk. Valóban nem ilyen szintű ellenfelekkel játszott a magyar válogatott, és kikapott a meccsei többségén, de az ukrán, lengyel, japán hármas mindegyik a maga világbajnokságára gyakorlatilag a csúcsformát időzítettek. Már játszanak, ugye, már is, játszik, igen. Is ilyen, igen, pillanatban. Tehát egészen más szintjén voltak a felkészülések, és hát nincs is annál édesebb, mint amikor a felkészülési meccseken kapsz ki, és a tétmeccseken nyersz, sokkal jobb, mint fordítva. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez majd a hokisok esetében is így lesz, a magyar válogatott esetében. Meg a sérülések ne legyenek, mert tényleg itt mindenkire szükség lesz ahhoz, hogy ha nagyot akarunk álmodni. Például most a Nilssonnak van sérülése, ugye Sebők meg a Csányi még nem csatlakozott a kerethez, Stipi meg a Magó is még nem tud játszani, de ott vannak a csapattal már. Szóval tényleg mindenki legyen egészséges, mindenki legyen jó formában, és akkor egy jó VB-nk lesz remélhetőleg. Hát igen, most ugye Nagy-Britanniával játszik két meccset a válogatott, és valóban olyan bőkerettel ment ki, amit eredetileg nem szerettek volna, de még annyira alakul az egész, és hát aztán lesz ez a Magyar-Kanada meccs, ami meg hát egészen fergeteges hoki ünnepnek ígérkezik, ugye az MVM Dome-ban, az óriási csarnokban, amit alapvetően kézilabdára építettek, de 15 ezer ember befér, úgyhogy biztos, hogy fergeteges meccs lesz. Meglátjuk, és hát nyilván a jégkorongról is fogunk még beszélgetni, hiszen ez a világbajnokság is még előttünk áll. Körülbelül 2 perc maradt az adásból, és ezt most akkor egy tippjátékra szeretném felhasználni, hosszabb kommentálás nélkül, és annyira boldog lettem volna, hogy a Manchester Unitedot is meg lehet említeni Szilárd kedvéért. Akik a City-vel játsszák az FA Kupa döntőt, ami nem, a leglegebb dupa sorozatán járva. A nemzetközi kupákról. Hozzá kell tennem, a Manchester United ugye kiesett az Európa Ligából, de körülbelül úgy járt, mintha egy kenyaival kellett volna 10.000 méteren futnia, mert a Sevillát az Európa Ligában úgy se lehet megverni, tehát ez egy teljesen reménytelen vállalkozás volt. Szerencsétlen volt a sorsolás. 5 kapott gólból 4-et magának rúgott gyakorlatilag a United. Nem akartuk őket megbántani, persze. Na mit mondtok, ki fogja nyerni a BL-t? Ugye Real Madrid, Manchester City és Milán Inter házi milánói derbi lesz. Én nekem szerintem mindenképpen az a kérdés, hogy Guardiola el tudja még valami új módon rontani, majdnem csúnyában mondtam, mert nagyon sokszor ezen múlik, bár tavaly a Real Madrid tényleg irreális módon tudta őket az utolsó pillanatban legyőzni. Én azt mondom, hogy tényleg csoda lenne, hogyha a City az idén ebben a négyes mezőnyben nem tudna végre célba érni. Csak főleg úgy, ahogy lemenedzselte a Bayern elleni meccseket. Egy megjegyzés, hogy a Real Madridot mondhatjuk a Bajnokok Ligája Sevillájának is gyakorlatilag, úgyhogy én nehéz dolguk lesz. Ebből nem mondom a Realt, úgyhogy remélem a City nyert. Egyetértünk. Jó, meglátjuk. Az biztos, hogy ez a Real City ág, ez egy kicsit azért durvábbnak tűnik, mint az olasz házi ág, ami
Hát nem tudom, emlékeztek egyszer, már mondtam 2003-ot a körment kapcsán, abban az évben volt, hogy Milán-Inter elődöntőt rendeztek. Volt, igen. Rettenetes, borzasztó volt. Tényleg, azt is közvetítettem így off-tube. Sportértéke nulla, de nagy meccs volt. És aztán lett egy Milán-Juventus BL döntő, ami meg valószínűleg legrosszabb BL döntője volt, de ennyire ne szaladjunk előre. Róma Leverkusen Juventus Sevilla, ez pedig az Európa Liga. Itt ugye a Leverkusent láttuk testközelből a Ferencváros ellen, és nekem az a gyanúm, hogy ők képesek ezt a mezőt maguk mögé utasítani. Most már Sevilla nyerje meg, hát aki minket kivel, az azért legyen már bajnok, tehát így... Leverkusen, ugye akkor a... Zsombor Sevilla se tud mondani. 2000-es években olyan is volt. Barcelona szurkolóként a Sevillára se tippelhet. Már a Barcát kiverte a United, a Unitedet a Sevilla, úgyhogy akkor a Sevilla nyerje, mert akkor így van egy kis átmenet. Már unalmasan mindig ők nyerik. Matematikusan, hogy ezt így... Ők is unják. Jó. Mentek az egyenlete. Na, köszönöm szépen, meglátjuk, akkor itt most elég sok olyan dologról beszéltünk, ami a közeljövőben lesz majd téma, és visszatérünk rá. És csütörtökön hajrá Mávelőre, ne felejtsük. És hát igen, túl vannak a röplabdások a döntő első meccsen. Nem említettük meg, de a Mávelőrének nagyon szurkolunk, hogy a bajnoki döntőben visszavágjon a Kaposvárnak a hazai vereségért, majd erről is tárgyalunk legközelebb. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm a kedves nézőknek, hallgatóknak is a figyelmet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.